Bro, let's go! És a kapu az így... Ok, oh, oh, bocsánat. What? It's him! Get to the gun! Oh my god, már itt van, érted? Már itt van rajtam! Üdvözlet, nagyon sok szeretettel mindenkit, az én nevem Owen Melkedvén, és ez itt a Choo Choo Charles. Ezt a játékot, srácok, olyan sokan elküldtétek nekem. Utoljára kb. A Poppy Playtime-nál volt ez, hogy így szétszpemeltétek így az e-mailemet. Próbált ki a Choo Choo Charles, nagyon jó, hasonlít a Poppy Playtime-ra, meg ilyenek. Nem hallottam soha életemben erről a játékról, megmondom őszintén. Elméletileg egy vonatot fogok irányítani, és van egy vonat, egy másik vonat, ami egy pók, és engem fog kergetni, bro. Kajak. És ezt így meghalva nem tudom. Oh my goodness! Jó, hát nagyon sokan elküldtétek, én meg nagyon kíváncsi vagyok, mert tudjátok, hogy szeretem a horror játékokat. Hát attól félek, ez is ilyen nagy sikere lesz, mint a Poppy Playtime-nak, nem biztos, de mindenféleképpen megnézzük együtt ezt a játékot, és ami meglepődtem elsősorban az, hogy van magyar nyelv. Tehát ezen én már nagyon meg... nagyon jól esik, hogy legalább magyarul van a játék, el tudok olvasni benne mindent. Tök jó! Choo Choo Charles! Nem tudom, ez egy creepypasta, vagy nem tudom, írd le légy szíves a komment szekcióban, hogy mit kell tudni Choo Choo Charles-tól, meg megmondom neked, esküszöm, én még semmit nem hallottam előre. Ha erről tudsz bármit, nyugodtan a komment szekcióban írd meg, és hát akkor nézzük meg együtt, hogy miről szól ez a játék, és van magyar. Tehát ti is el tudjátok olvasni, hogyha nem takarom el. Well, there's something big on that island. Real big. So many friends. And even my own son are still out there. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. És ott van, ott a pók, látod? Elvileg az a Charles, vagy az én vonatomnak a neve, de hallod, ilyen vonatpók konkrétan. És láttam már TikTokon is erről videót, mondom, mi a franc, mi az Isten, érted? És így nem tudtam megmondani. És most már tudom, hogy ebből a játékból van tulajdonképpen világ betöltése. Yes, sir. Eugene. They call him Charles. Charles. Aha. Egy félig vonat, félig óriás pók. Egyenesen a pokolból. Na, megkaptam a választ, köszönöm szépen. Hajam az állandóan trollkodik. Yes, sir. Welcome to Erinirum. The island where miners dig their own graves. És megérkeztem. Charles isn't the only thing to fear around here. Itt nem csak Charles az egyetlen rémisztő dolog. Tulajdonképpen tárgyak használata, oké, de jó, hogy magyar. Én legalább értem a történetet, én tökre örülök neki. Ezt komolyan mondom, hogy... na, helyezkedés. Tökre örülök neki, tényleg, így ti is el tudjátok olvasni, srácok, én erről még nem hallottam. Jó, XL vagy nem, most érzékeli a joyomat, érzékeli, be sincs dugva, bro. Kösz. Hello, te vagy Eugene? Hú, ez mi? Jó, így oldalra és jobbra tudok nézni, ezt egyre több játék szereti amúgy így. Még kinyitom az ajtót ki, bocsi. Ajtót szeretnék kinyitni, bro. Jaj, bocsánat. Az egyik mozdonyvezető megölte a szörnyeteget, szóval a régi vonatának ott kellene lennie. Nélkülözhetetlen eszköz. Okés. Aha. Oh my goodness! Azt a minden itt de beturbozott a csávó, várjál már meg! Remélem nem állítottam amúgy nagyon halkra nektek a játékot, mert ezzel a hangerővel mindig problémáim adódnak, nem tudom eltalálni, hogy pont jó legyen, úgyhogy bocsi előre is. Ugye kiraktam egy szavazást egyébként a közösségi fülben, hogy videó vagy live legyen a játékról, és annyira megosztott a véleményetek, hogy úgy döntöttem, hogy az első egy videó lesz, aztán hogyha tényleg megfog maga a játék, akkor live-ban kijátszuk ezt a játékot, én azt mondom. Hát egyelőre ez a van egy pók és nem tudom, vonat. Ez egy kicsit olyan fura nekem, de így átjön, mert én tudjátok, szeretem az ilyen bizarr dolgokat, vagy hogy mondjam. És akkor sprint. Mennyi sprintem van? Ugye jobb alsó sarokban a vonatomnak az életerejét látom, és a sajátomat, bruh! Ez tök jó. Eugene, várj meg, itt vagyok.
Eugene! Ah, oh, shucks, it's locked. Zárva van, hát ez kellemetlen. Not to worry, we can still find a way in. Imádom, hogy úgy beszél, has beszél, érted, nem mozog a There's szája. There's a small shack up the path that might have a key inside. Oh, what a kulcs. Take this map, I just marked the location on it. See if the key is up there, and I'll look around some more down here. Okay. Szóval nekem most meg kell szereznem egy kulcsot, térkép használata, M betűvel. Wow. A két nyíl jelöli a tartunkhoz egy helyedet, fehér vonalak jelzik a vasúti pályát, piros nyílak jelzik a váltókat, helyezel útpontokat az utazáshoz. What? Mekkora map ez? Mekkora map? Hát ez elég nagy. És akkor ezek itt mik? Akivel nem találkoztál, opcionális küldetések. Vannak ilyen mellék küldetések is? Szükséges, gondolom az a fő küldetés, meg fegyveres küldetés. Hallod, ez egy full... Hoppá, nem akartam X-et rakni, hogyan távolítom az X-et? Nem akarok X-et. Hogyan kell eltávolítani? Vissza? Erre beX-eltem most valamit. Meg kell tanulnom még. Várjál. És így kész, nem lehet konkrétan. Lehet dönteni, és valahogy jó, akkor beixelem, majd akkor úgyis megcsinálom ezeket a küldetéseket, annyi baj legyen. Jó, hát most elméletileg egy kulcsot kell nekem megszerezni, de még mindig nem tudom, hogy hol keressem. Ugye beixeltem valamit a térképen, ami az én... Várjál? Hoppá! Azt mondja, nem tudom, hol keressem ilyen rohadt nagy kulcsot. Nézd meg a begyűjtött tárgyakat. Az inventory. Vasútállomás kulcsa. Egy kis arany kulcs. Very good. Okay. És ez a vasútállomás? Ez hát. Bro. Eugene, megtaláltam a kulcsot. Good on you. Looks like you found it. Ez az, bejutottunk. Lead the way. És ott van az én kis vasutam. Ez a Charles? Akkor az én vasutamat hívják Charlesnak, a csúcsú Charles. Bro. Adom. Mindig akartam amúgy vezetni vonatot. Mármint úgy értem, hogy tényleg én vezethetem? És akkor most? Erről van szó, that's what I'm talking about. Igen? Régi, de jó. I'm going to inspect the train's exterior. Ojaj, miért van baja? Why don't you take a peek inside, see what we got to work with. Lesz be és meglátod, mivel kell dolgoznunk. Okés. Azt mondja, menj, akkor most megnézem a vonatot. Legendás vonatod. Segítségével gyorsan navigálhat szigeten, fegyver és pajzs ellenséged ellen, az újjáéléd is pont. Valami rosszul sülne el, használd a tárgyakat a vezető. Aha, okés. Tehát ezzel megyek majd előre, gondolom. Ezzel fékezek, talán ezzel meg tolatok. Nagyszerű. És akkor... Hoppácska, fejleszteni is lehet. A fejleszted is, javíts meg a vonatod hulladékvas segítségével. Keres hulladékvasakat gyűjtögetéssel, vagy küldetések teljesítésével. Kattints fejlesztésekre. Nem hiszem, hogy van nálam még most olyan, de van például életerőt tudok, az mondjuk fullon van, ha jól látom. Ez, aha. Oké, sebességet lehet, páncélt, ok, nice. Jó. Hát ezt még egyelőre nem hiszem, hogy... Örök töltényem van? Végtelen lőszer? Ott írta. Konkrétan ez a tutoriál. Adom! Nyomom! Well, the exterior is a little rough, but everything looks to be intact. Megvan nekünk Charlie, csúcsú. That gun you were looking at wasn't on here when I was evacuated from the island. De el tudjátok olvasni ti is legalább. Oké. We can light up Charles with it. Oda pörkülünk Charlesnak. Before he even sees us coming. Are you ready to take this thing for a spin? Persze, hogy el akarom vinni ezt a vonatot egy körre, természetesen. Ó, bro, let's go! És a kapu az így... bocsánat. We're coming for you, Charles! Do you hear that? What? It's him! Get to the gun! Oh my god, már itt van, érted? Már itt van rajtam! Örök töltény! Úristen, mennyi HP-ja van, hát ezzel nem fogom legyőzni. Eugene! Ne, felzabálta Eugene-t!
életem egyik legjobb hasbeszélője volt Eugene. Azt itt leálltam. Bro, mi volt ez? Hát egy csomó élete volt, ezt biztos nem ölöm meg. Oké, szedjük össze magunkat. Itt vagyok. Hova menjek? Fogalmam sincs. Csinálja küldetéseket? Csináljuk küldetéseket. Ott legy az első küldetés. Cső. Igazából nekem gyűjtögetnem kell. Szerintem fel kellene fejlesztenem jóra ezt a vonatot, hogy elkapjuk Charles-t. Oké, hát a vonat életereje 71%-os és nincsen hulladékom. Hát jó, meg kicsit megráncigálta. Ilyen hulladékokat kéne gyűjteni. Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább. Ne, a vonat. Ne, leugrottam a vonatról. Bro, állj meg. Hú, de jó. Lefékezz, ha leesek a vonatról. Nice, oké. Csak ki akartam így ideállni. A vonat nem vár. Csucsú. Azt majdnem kimondtam, de inkább nem. Bro, hol járok? Ó, bőven jó. És ez a fék? Ez a vészfék. Aha. Lehet nézelődni kéne. Meg gyűjtögetni. Hé, állj meg! Állj meg! Állj már meg! Ott mintha lett volna egy út felfele, erre én kíváncsi vagyok. Nézd, ki van alakítva. De lehet, hogy csak... Itt nincs semmi, pedig azt hittem, hogy itt erre lesz valami. Hol vagyok helyileg? Jó, én azt mondom, hogy nem várok. Nem várok, megyek, megnézem a mellékküldetéseket. Jó nagyot tudok ugrani. Hours fight. Oké, mellékküldetés, let's go, én azt mondom, let's go to the mellékküldetés, cá! Hop, ott már biztos lesz valami, stop, stoj! Hátramenet, tolatunk. Hátramenet. Jó, stop, Állj már meg! Oké, megvan, oké. Tök jó vasutas vagyok, aki próbál túlélni. Most kellene nekem ilyen izé. Várjál, de mi lehet az, ami ez? Nem. Hát itt nincs semmi, bro! Vagy csak én nem veszem észre? Itt nincs semmi! Jó, visszamegyünk vissza a vonathoz. És akkor... Tulajdonképpen a Charles, vagy nem tudom ki, ez a pókvonat, a pókpóz vonat, ez bármikor meg tud engem támadni? Vagy ez hogy van most ez? Jó, mindegy, nem fontos, igazából. Menjünk el az első mellékküldetésig, én azt mondom, de itt lesz mindjárt egy váltó. Ezt a váltót én hogyan tudom meghúzni, vagy meg kell állni, vagy nem tudom. Szerintem most fogok megérkezni az első váltóhoz, aha, mindjárt. Táblák jelzik a közeledő váltókat, váltók áll lévő lámpa jelzi a vágányok irányát, állítsd meg a vonatot. Az jó felé megyek most, ugye? Hát igen, ott van egy küldetés, akkor menjünk az első küldit, megnézzük. Oké. Jó, oké. Hát ez ilyen felfedezős kis, mellékküldetéses, vonatos horror gameszkó. Ott van egy házat, majd megállunk, kíváncsi vagyok, hogy mi van ott. Elméletileg egy mellékküldetés. A Charles-szal találkoztam, de majdnem megette a vonatomat. Stop. Juhú! Végállomás! Hello, bro! Mi a helyzet? Ez a Raven Crocs, man. You must be the archivist that Eugene told us about. Igen. We're happy you came to help us out. Itt úgy látszik, hogy itt mindenki hasbeszélő egyébként. You know, that old train of yours. De tudod jó, hogy az öreg vonatodnak alapos fejlesztésre van szüksége, végezni akarsz Charles-szal. Hát ezt észrevettem, mert szinte semmit nem sebeztem rá konkrétan ezzel a nagypapával, érted? Adtam neki nagyba, de semmi. Van némi fémhulladék fészeremben, de jó fej vagy, Raven. Ó. Itt a fészer kulcsa, az összeny mentén van egy kicsit feljebb, de azért bejelölöm a térképen. Kösz, bro! És akkor most kaptam esetleg... Aha! Ott van, Foszki Tony fészerét opcionális. Ez jó! És van nálam... Csak egy kulcs van nálam. A HP-m az visszatöltődött, úgy látszik adott egy HP-töltőt. Kösz szépen, Tony! What's your name? Tony! Tovább nem mondom, biztos ismeritek. Jó, hát megyek gyalogszerrel, nincsen messze az a...
Oké. Hulladékvasat találtál. Oké, megjegyezzük, hogy ezek a hulladékvasak. Ez fontos, hulladékvasak. 9 darab, hát avval már tudok majd fejleszteni valamit, tehát max a fegyvert. Hát mi lesz itt a Charles ellen, kérem tisztelettel, hölgyeim és uraim. Na egyet valami még eltam, de mi van? Most esett le, hogy habár Eugene megígérte, hogy segítséget küld, ha eléri a szárazföldet, azt nem mondta, hogy visszajön egyáltalán. Feltételezem, ő az a fajta ember, aki figyelmen kívül hagyja a terv apró részleteit. A szigeten mindenki kiutat próbál találni ebből az űrzavarból, és csak remélni tudom, hogy ez a levéltáros barátja képes lesz tenni valamit. Nem érdekel, milyen furcsa dolgokat tettek korábban, hogy milyen módszereket alkalmaznak, csak Charles pusztuljon. A legtöbb ember errefelé ugyanezt akarja, de vannak olyan őrült, akik életben akarják hagyni. Annak a nyomorult Warrennek elment az esze. Ki akarna életbe hagyni egy pókvonatot? Vagy elég brutálul hangzik, most nem azért, aki étfarít, tényleg nem hangzik olyan rosszul, de azért egy pókvonatot, bro, please! Jó, és hol van az utolsó? Hol van az utolsó cucli? Á, megvan. Zsír, most hogy van hozzá anyagod, visszatérhetsz a vonatot, és fejleszheted. Fejlesztések medűjének mennyitása a szatád a vezető fülkében. Oké. Na nézzük, a kicsi csúcsú Charles tudom-e fejleszteni. Nem, a csúcsú Charles az az ellenfél, de akkor miért van az én vonatomnak az oldalán részben a Charles Mining Company? Ja, hogy ez egy bányász. Értem, lehet, hogy a Pók Charles is egy régen egy jó vonat volt, egy jó bányász vonat. Oké. HP-t kéne tölteni. Oké. Még egyet. És akkor legyen a... Megnőve az összes fegyverszem, ez kell nekem, meg mondjuk legyen egy páncélszint. A gyorsaság annyira nem fontos szerintem. Tökéletes, ó, tökéletes, ez így jó. Sebességet egyelőre hanyagulom, de szerintem jól is jártam. Zsír. Azért visszamegyek, beszélek a Townival. Towny? Egy bro? Vagy hát Raven Towny? És így ennyi volt konkrétan? Aha, ennyi volt egy küldetés. Most vissza kéne tolatnom konkrétan, mert megfordulni nem tudok. Jó, hát akkor tolatunk. Szia, Tony Raven, köszönöm szépen, mindent nagyon szépen köszönök. Most pedig megyek tovább. Hello, vigyázz magadra. Oké, most szépen visszatolatunk. Hátra menet tolatunk. Most nem tudom, hogy mikor Charles megtámad egyszer, vagy úgy nem. Visszamegyünk teljesen a... Hopp, hallok valamit. Pro. Ja nem, ez a vonat. Ha itt kellene majd megállni. Stop, stoj. Stoinger. Ok. Nagyon jók vagyunk. Fegyverem az még nincs egyébként. Ez nem tudom, hogy ebből probléma lesz-e, de... Jó! Vicces, mert néha hallok ilyen érdekes hangokat, de jó, átállítottam. És pedig előre. Nice, very good. Oké, menjünk a következő mellékküldetéshez, opciános küldetés. Minden küldetést megcsinálunk, szerintem csak úgy tudjuk majd legyőzni Chuchu Charles-t. Én azt mondom, hogy Chuchu Charles-t le kell győzni. A sebessége még alacsony, fel kell tuningolni teljesen a vonatomat, bro. Hát tényleg elég lassan megy szegény vonat, de annyi baj legyen. Legyünk inkább erősek és védekező képesek. Védekezéshez képesek. Erről van szó. Chuchu Charles. Ó, bro. Meg is érkeztünk. Szerintem ez lesz az állomás. Oh my goodness! Itt is van a következő mellékküldetésem. Igen. Na srácok! Én itt befejezném ezt az első részt. Szerintetek? Jó játék? Tetszik? Kíváncsi vagyok a végére. Írjátok már a komment szekcióban, hogy a következő rész live legyen, vagy videó. És a legtöbb kommentet lájkol, vagy hát a legtöbb lájkolt komment nyer. És megígérem, hogy a következő élőadás akkor ez lesz. Nekem tetszik, srácok, szeretném végigvinni, szeretném legyőzni Charles-t, úgyhogy szerintem ez a játék jó lett. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ajánlottátok, nagyon köszönöm tényleg, mert nélkületek nem tudtam volna erről a játékról se. Úgyhogy írd meg a komment szekcióba tényleg ennek az egész Chuchu Charles-nak úgymond a történetét, mert érdekel a karakter, én most hallok róla először, de lehet, hogy sokkal többet tudsz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hát akkor ajánljátok nekem hasonló játékokat, mert én nagyon sokról lemaradok. Köszönöm, hogy megnéztétek, maradjatok itt velem, és akkor nem sokára folytatjuk, én Omen voltam, sziasztok!